Komoly változások előtt áll a Bácsvíz KVSC úszó szakosztálya, mely szakmai vérfrissítésen és megújuláson is átesik a tervek szerint a közeljövőben. Az már eldőlt, hogy Földházi Dávid személyében a legeredményesebb felnőtt úszó az Iron Aquatics csapatához távozott, illetve Törös Károly az úszó szövetség utánpótlás bizottságának élére került. Változások azonban nem csak a szakmai stábban, hanem az egyesület életében is lehetnek. Komoly változásokról lehetett olvasni ugye a Bácsvíz KVSC úszó szakosztályának életében. Hogyan érinti ez jelen pillanatban az egyesületet? Az úszó szakosztályról beszélünk elsősorban, hisz a egyesület bulgárúszó és szenior szakosztállyal is rendelkezik. Az úszóknál ezek a változások abból fakadnak, azt gondolom, hogy a 2016 rendkívüli eredményes év után, ahol az országos bajnokságokon 35 érmet szereztünk, egy sikertelen vagy kevésbé eredményes 2017 év szereplés következett, és most egy bajnokság kivételével, rövidpályás OB-val még vissza, 10 éremnél tartunk összesen, és a tavalyi 8 bajnoki cím helyett eddig szereztünk egyet. Tehát ilyenkor azért az eredményességért fel kell vállalni a felelősséget, mint a szakmai stábnak, tehát az edzőknek, mint pedig a vezetésnek. Azt gondolom, hogy a változások mozgatója vagy hátterében ez a tény áll. Most a szeptember 29-i közgyűlésen választottunk egy új ügyvezető elnököt, de nem sikerült az úszó szakosztály élére vezetőt választani, hisz 2016 végén, mint a ügyvezető elnök, a korábbi ügyvezető elnök, mint pedig az úszó szakosztály vezető távozott az egyesülettől. Tehát ezek a tisztségek részben vannak, csak most is még betöltve, tehát átmeneti állapot van, föl kell állni az új vezetésnek, és majd ő fogja meghatározni a szakmai irányokat. Úgy tudom, hogy tárgyaltak edzőkkel, akik esetleg ide jönnének Kecskemétre tovább folytatni a munkát. Most az állandóságot Bálint Zoltán jelenti, aki a korábbi tímben is benne volt, és ő úgy néz ki, hogy marad a későbbiekben is. Elsősorban az ügyvezető elnököt, Molnár Monikának hívják egyébként, próbálom azokba a dolgokba beavatni, amik az egyesület irányításához szükségesek, és folyamatban van az egyesület alapszabályának az átdolgozása is. Jövő héten lesz egy versenyünk, ezeket szeretném még lemenedzselni, és aztán évvégén én is szeretnék leköszönni erről a tisztről 14 év után. A következő év az milyen sikereket hozhat az úszó szakosztálynak, milyen irányban tartanak most ezek a folyamatok? Gyakorlatilag azt gondolom én, hogy egy építkezést kell most elkezdeni. Nyilván a jövő évben még az új stáb részéről kiugró eredmények nem várhatók. Kivétel az, hogyha igazolnak ide válogatott szintű versenyzők. Mint ahogy ez történt a Törös Károly ideérkeztével is. Tehát ez egy lehetőség. Ugyanakkor még reménykeltő az, hogy a gyerek és a cápa korosztály az tehetséges sportolókból áll, és ott szereztünk bajnoki címet a gyermekkorosztályban is Mészáros Dani révén. Tehát azt gondolom, hogy ők most már egy korosztálya előrébe lehetnek sikeresek, hogyha kitartan és szorgalmasan dolgoznak a továbbiakban is. Kezdjük akkor Dáviddal, hogy érzi most ő magát, illetve hát milyen szívvel távozott, hiszen azért mégiscsak itt lett olimpikon Kecskeméten. Hosszas vajudás után távozott, de sajnos úgy érzem belekényszerült ebbe a helyzetbe, de most biztos vagyok abban, hogy számára ez a legjobb megoldás. Idáig csak a feltételek, most tényleg csak a csapatépítéssel és a sporttal tudnak foglalkozni. Természetesen a következő olimpia a cél, ez 3 év még. Eltökélte magában, hogy mindent megtesz érte. Én 64-es születésű vagyok, és 64-ben Tokióban volt olimpia. Én is szeretnék ott szülinapot ünnepelni. És mi a helyzet Ákossal, hogy fejlődik, milyen jövő előtt áll ő Dávidhoz képest? Talán Ákos szempontjából ez a kecskeméti langyosság megfelelő, mert így békésen tud fejlődni. Szerintem ő még 15 évesen, legalábbis az én főfogásom szerint nincs a nagy teljesítményekbe belekényszerítve. Eredményeket ráér még hozni.
Stábunk természetesen Molnár Mónikával, az új ügyvezető elnökkel is felvette a kapcsolatot, aki azonban akkor szeretne az úszó szakosztály kapcsán nyilatkozni, amint konkrétumokról is beszámolt a folyamatban lévő tárgyalásokról és változásokról. Ha tetszett a videó, iratkozz fel és lájkold Facebook oldalunkat!